Sofi, szia! Borka Peti parádomnak még tavaly volt a születésnapja, és kapott tőlünk egy utalványt, egy gokart utalványt, amit most fogunk beváltani neki. De előtte elmegyünk ebédelni. Szóval itt jönnek Robertóék, velük fogok menni, találkozunk Szegeden. Itt vagyunk, megérkeztünk az étterembe, ahol el fogunk fogyasztani rövidesen, remélhetőleg egy nagyon finom ebédet. Borka Péter tiszteletére, még mielőtt mennénk gokartozni, hogy legyen erőnk tartani a kormányt. Szépen. Mit iszol, Fanni, vizet? Ha, pívizet. Pívizet? Ez nagyon finom. Hát a művészet magas fokat. Hát ez az. Annyi fog történni, hogy most gyorsan megebédelünk, és utána megyünk a gokart pályára, és ott fogunk majd... Jaj! Köszönöm szépen! Megkaptuk a finom leveskénket. Ez pesztós kény? Köszönjük szépen! Az évi micsoda? A tetején? Nem, ez zöldségleves? Ez zöldségleves, szerintem ez kávé, a paprika van a tetején. Szibát, nagyon jó. Időközben megkaptuk a második fogást, nézzétek csak! Én is ezt kaptam. És még Peti is ezt teszi. A Nóri is! Csak lepiszkáltam. Krumplika? Csirkemell? Ez mi a neve? Kél. Angolul. Jó? Ez meg sült hagyma. A gyerekek, meg kell mondjam, hogy elég régóta nem ebédeltem ilyen finomat, mint amit most kajáltunk. Nagyon, mindenkinek nagyon tudom ajánlani az Olivát itt Szegeden. Milyen utcán vagyunk, Robi? Mi ez? Csognádi körút? Itt őt. Őket. Egyszerűen fenomenális. Nagyon jó. Próbáljátok ki. Most viszont megyünk a gokart pályára. Itt vagyunk, megérkeztünk a gokart pályához, itt van a hátam mögött. Ott a kis csapat. Ez nagyon durva volt. Kezem, azt nem érzem per pillanat. Le vagyok hízadva, mint egy ló. Egyébként... jó. Peti, hogy vagy? Nagyon jó. Nem leszked a kezed? Mi? Az nem. Nem? Nem. Én leizzadtam. Én nagyon leállítottam. Majd hol van? Én is. Gondold el a Forma 1, amikor be vagy öltözve. Mert nekem a kezemet nem. Hova mész, Peti?
És élni! Eltelt 10 perc. Volt az 15 is. 15. Biztos nem pisilt Peti. Vékonyabb lett. Peti vékonyabb lett, igen. Mi történt? Mit csinálhatod? Stéblából. Még szellőzteti a gatyaszárat. Mit csúnyálkodtam? Ne esetek abba a hibába, amiben én estem. Kiszemeltem a legtisztább, legújabb motorú gokartot, és abba ültem bele így a második körbe, ugyanis két kört mentünk. És az a helyzet, hogy az azért volt olyan szép tiszta, nem azért, mert meg volt takarítva, hanem azért, mert vadonatúj. És a vadonatúj motorok, azok kicsit vissza vannak butítva. Ergo nem fogsz tudni úgy menni, mint egy bejáratott motorral. Hát ez van, legközelebb. Itthon vagyok. Jó kis nap volt ez a mai. Meg kell mondjam, hogy elfáradt eléggé a kezem. A hangom az kezd elmenni. Úgyhogy szerintem ennyi volt. Találkozunk holnap. Kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Toljon sokat nektek a nyuszi. És a többi, és a többi. Sziasztok! Peti, indulhatok, Peti? Miért? I have his music.